Sziasztok! Ez itt a 2020-as router teszt következő adása, ami az RB4011-re fog fókuszálni. Ebben a részben velünk tart Attila. Sziasztok! És Gergő. Sziasztok! Tehát a 4011. A 4011 egy otthonra is ajánlható router, amennyiben összetette feladatokra kellene használjunk mikrotik megoldást, vagy pedig közepes irodákba is egy elég jó választásnak tűnik. Ebben a részben is, mint legutóbb, szét fogjuk szerelni darabokra a routerünket. Kezdjük is! Segítsünk! Hoppa, elindult! Műszaki kollégák, segítsünk! Azt, ahogy szétszette! Tessék! Az alja műanyag. És abban a pillanatban látszik, hogy vannak rajta portok, és én át is adnám a szót Attilának. Amit itt látunk, az az RB4011-nek a belseje. Van rajta 10 darab 1 gigás port, és ahogy mondtuk, ez már egy komolyabb eszköz, tehát egy 10 gigás interfésze is van neki, amit ebbe az SFP plusz slotba tudunk bedugni. Nem csak 10 gigás, hanem 1 gigás SFP-nek a fogadására is képes. Nagyon fontos megemlíteni viszont, hogy ha DAC kábelt szeretnénk használni, abból csak aktív kábelt tudunk használni, a passzív kábelek nem működnek. Ezen felül, mivel ez egy magasabb kategória eszköz, megtalálhatjuk a rendszergazdáknak kedves sorosportot a hátulján, ahol az eszközt alapszinten el tudják érni, akár még akkor is, hogyha nincsen benne semmiféle konfiguráció. Ha megnézzük, a hátulján egy viszonylag nagy méretű CPU-t látunk, ami igazából egy ilyen system on chip megoldás. Ez megegyezik az RB1100-ban található 4 magos ARM processzorral, és ha megfordítjuk, akkor láthatjuk, hogy a két darab 5 portos gigabit ethernetes blokkot egy-egy 5 portos switch fogja össze. A Wi-Fi-s változatban itt egy 4x4-es MIMO Wi-Fi chipset helyezkedik el. Itt még látszik egy Mini PC Express foglalatnak a helye is, amely elképzelhető, hogy egy jövendőbeli változatában a terméknek majd megjelenik, mint használható funkció. Azt el kell mondani az eszközről, hogy nagyon kompakt, és ahogy látható, nem aktív hűtésű. A teljes hűtést az alsó fémlap végzi, ahogy lehet látni, ide tapadnak rá a hőtermelő alkatrészek. Mivel passzív hűtésű az eszköz, ezért jelentősen melegszik. A tesztek során egy 38-41 Celsius fokos hőmérsékletet jelzett magáról, ami azt jelenti, hogy ha ezt egy rekszekrényben használjuk, akkor fontos, hogy figyeljünk arra, hogy jó szellőzés legyen a rekszekrényben, különben egészen fölmelegszik majd a levegő. Apropó rack, tehát az eszköz nem csak asztali eszközként használható, hanem a hozzá csomagolt rack mount kittel standard 19 szolos keretekbe építhető, tehát egészen professzionális kinézete lesz neki. Mi a következő lépcső? Beszéljünk a mérés konfigurációjáról szerintem. Uh-huh. Mutassuk meg. Beszéljünk akkor a mérés összeállításáról. Mivel az eszköz egy darab 10 gigás interfésszel rendelkezik, ezért egy kis párportos switchet be kellett iktatnunk. A konfiguráció úgy nézett ki, hogy a két szerver felől jött a két adat, ez bement a switchnek két portjába. Itt kaptak egy-egy különböző, természetesen különböző VLAN taget ezek a csomagok. Egy trunkportnak konfigurált portot pedig a switchből átkötöttünk a router 10 gigás portjára, ide felkonfiguráltuk a két VLAN-t, és ugye így szimuláltuk, mintha két fizikai interfészen esne be a forgalom a routerbe. Így tudtunk ugye ide IP címeket adni, meg rúthalást végezni, nagyszabályokat fölvenni. Tehát innentől kezdve úgy viselkedett a router, mintha ez két fizikai interfész lett volna. Ebből kifolyólag a bridgeléses mérést nem tudtuk megcsinálni, hiszen hogyha ezt a két VLAN interfészt a routerben összebridgeltük volna, akkor a fölötte lévő switch dobott volna egy hátast, úgyhogy ezt át kellett ugranunk, itt a gyártói adatokra kell hagyatkoznunk. A gyártó oldalán más mérési eljárásokkal tesztelték a routert, úgyhogy egy kicsit más jellegű lesz az adat, amit most mondok nektek. Ott ugye UDP méréseket végeznek meghatározott csomagméretekkel, és ott azt mondják, hogy bridge-elve 9,7 gigabit és 2,8 gigabit között érhető el az áteresztett adat mennyisége, illetve sebessége, ez függ a csomagmérettől. Sajnos mi ezt ugye megmérni nem tudtuk az előbb elmondottak miatt. Viszont rútolni tudtunk már vele, és mielőtt a rútolásra áttérnénk, szerintem beszéljünk kicsit a blokkdiagramról ennél a routernél is. Ahogy Attila elmondta, kettő darab switch chip található a nyákon,
5-5 port csatlakozik ehhez a két switch chiphez, és switch chipenként 2,5 gigabit per szekundumos busz sebességünk van a CPU felé. Tehát, hogyha olyan alkalmazást szeretnénk használni, hogy a CPU-t beszeretnénk vonni, vagy az első csoportból a második csoport felé szeretnénk forgalmat áthajtani, akkor ezzel a 2,5 gigabit per szekundumos korláttal mindenképp számolnunk kell. Az SFP Plus port esetén szerencsére ilyen limitációnk nincsen, mint ahogy a képen látszik, egy darab 10 gigabit per szekundumos busszal csatlakozik fel a CPU-ra. Ahogy a blokk diagramból is látszik, az SFP-hez is a CPU-n keresztül vezet az út, tehát ha a gigás portokról az SFP Plus felé szeretnénk kommunikálni, akkor a gigás oldalon a 2,5 gigabit per szekundumos limit 5 portos csoportonként ugyanúgy fennáll. És akkor nézzük az eredményt, ugye rútolással, illetve sima plain routinggal, mindenféle egyéb szabály nélkül 8,5 gigabitet tudtunk keresztül hajtani a routeren. És az előző rész után kérdeztétek, hogy hogyan kell érteni ezeket a sebességadatokat, és igen, ott nem mondtuk el. Ugye mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a router mennyi sebességet, milyen adatsebességet tud keresztül áthajtani magán. Ezért ezeket a számokat mi úgy mértük le, hogy kinéztünk egy interfészt az eszközön, ami a szerverek felé ment, és itt egyszerűen összeadtuk az RX és TX értékeket, kvázi egy ilyen agregált sebességről beszélünk, mikor itt számértékeket mondunk. A routing után nézzük a NAT és tűzfal eredményeket. Ugye ugyanazt hajtottuk végre, mint az előző részben láthatott routernél, illetve amit a bemutató részben már elmondtunk, hogy hogyan zajlottak ezek a konfigurációk. Fölvettünk egy NAT accept szabályt, utána fölvettünk, illetve ezt átállítottuk masquerade-re. Ugye az acceptnél nem történik semmi a csomaggal, csak belenéz a router, a masquerade-nél bele is módosít a fejlécébe, és ugye láthatjuk is, hogy acceptnél 5,4, masquerade-nél 4,6 gigabit sebességet tudott a router átereszteni magán, többet kellett egy csomaggal foglalkoznia. Amikor a fast track-et bekapcsoltuk, akkor viszont ezek a sebességek 8 gigabit környékére felugrottak. Tűzfalnál ugyanazt látjuk, mint az előző epizódban mutatott routernél, minél több szabályt veszünk föl a tűzfalba, annál lassabb lesz az átvitt sebesség, és ez ilyen szép exponenciálisan csökkenő grafikont mutat, míg fast tracknél ugyanazt a 8,3 gigabit per szekundumos sebességet produkálta a router, még akkor is, mikor a maximális 150 szabályt tettük bele az eszközbe. Apropó fast track. Attila, mesélnél nekünk egy kicsit róla? Igen, a fast track itt a Mikrotik router OS-en belül úgy működik, mint egyfajta fekete mágia, hiszen ahogy láthatjuk, gyakorlatilag mindentől független az áteresztett csomagoknak a száma. Ez annak köszönhető, hogy a routerünk ilyenkor megpróbál értelmesen viselkedni, és nem fogja egyesével megvizsgálni, hogy minden csomag az mehet-e vagy nem mehet-e, illetve mit kell vele csinálni, hanem megtanulja, hogy az előző, az ahhoz a flowhoz tartozó csomagokkal mit csinált, és ezt fogja ismételni folyamatosan. Ennek megfelelően a lehető legkevesebb esetben fog igazán fontos CPU erőforrás foglalkozni a csomag továbbításával, illetve a csomag vizsgálatával, teljes egészében, amennyire lehet a hardware-re hagyatkozik ebben a tekintetben. Nagyon fontos még megemlíteni a fast trackről, hogy ez az, a router OS-en belül egyelőre IPv4-re működik TCP és UDP protokollok esetében. Tehát IPv6 esetén még nem tudunk fast trackot használni. Köszönjük, Attila! Amennyiben valami kérdésetek lenne az elmondottakkal kapcsolatban, mindenképp kommenteljetek, és itt ragadnám meg a szót, hogy ne felejtekezzetek el feliratkozni, csengő gombot nyomni, hogy a következő tartalmainkról sem maradjatok le. Folytassuk a VPN-nel. A VPN méréseknél is egész szép számokat mutatott nekünk a 4011-es. L2TP tunnelt konfigurálva kettő darab 4011-es router közé közel 2 gigabit per szekundum sebességet tudtak áthajtani egyik router a másikba. Ha rákapcsoltuk az IP-szeket erre az L2TP tunnelre, ez visszazuhant 600 megabitre. Itt egy kicsit úgy elgondolkoztunk, hogy valami itt hiányzik, meg valami nem jó, és akkor eltöltöttünk egy éjszakát egy dokumentáció olvasgatással és mindenféle utánajárással, és arra jutottunk, hogy a gyárilag beállított vagy beállítódott 1450-es MTU értéket, hogyha 1420-ra csökkentjük vissza, akkor megnő ez a sebesség. A 4011-es esetén erről a 600 megáról 1 gigabit sebességre ugrik föl, hogyha az MTU-t levesszük. Attila, mi lehet ennek az oka? Ennek egyszerűen az az oka, hogy az IP-szek, mint minden más tunelig eljárás, egy adag, extra adatot fog a csomag elébe tenni. Ettől a csomagnak a mérete megnő.
Viszont a routerünknek az interfészének az maximum átvihető csomagmérete nem fog megnőni, tehát valamilyen olyan megoldásra van szükség, aminek a hatására ez a csomag ki fog félni a routerből. Ezt a routerünk egyféleképpen tudja megoldani, nekiáll földarabolni a csomagokat és két darabban küldi el. Ezt ha belegondolunk, akkor ha egy routeren mérünk 100 000 paket per szekundum másodpercenkénti átviteli sebességet, akkor ez rögtön, hogy a 100 000 csomag elmenjen két darabba, azt várná a routertől, hogy 200 000 csomagot küldjen el ugyanannyi idő alatt. Ennek megfelelően többnyire felére vissza fog esni a sebességünk. Ha viszont ügyesen csináljuk, és a csomagméretet már előre módosítjuk úgy, hogy az összes overheaddel együtt kiférjen a routernek az interfészén, akkor ilyenfajta performancia csökkenést nem fogunk tapasztalni. Köszönjük figyelmeteket! Jövő héten újabb résszel, újabb epizóddal jelentkezünk. A 10.09-es CCR-t fogjuk górcső alá venni. Ennyi volt a 40.11-es. Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok!